Saját felelősségre visszaengedték a lakókat a tegnap leégett Soroksári úti társasházba. A legfelső két szinten lakók azonban csak legfontosabb értékeiket hozhatták ki, mert azok az ingatlanok lakhatatlanná váltak. A ferencvárosi polgármester híradónak megerősítette, hogy nincsenek gyújtogatásra utaló jelek. Még mindig füstöl a tetőszerkezete a Soroksári úti társasháznak. Az épület hétfőn délelőtt kapott lángra, a tűzoltók pedig keményen megküzdöttek az oltással. A tűz kétszer is újjáélett. A kerület polgármestere híradónknak elmondta, egyelőre nincsenek gyújtogatásra utaló jelek. A tűz összesen 189 lakást érintett, a lakók között pedig sok külföldi is volt. Én 500 emberre prognosztizálom az érintetteket. Elég sok bérlő is van közöttük, és ők, nekik kell a tulajdonosok, illetve együtt kell megoldani az elhelyezést, de ebben segített az önkormányzat, hogy aki a hirtelen helyzetre nem tud reagálni, az jöhetett és jöhet mai napig is az önkormányzat épületébe, azt megnyitottuk. A lakóknak hétfő este 10:30-kor szóltak, hogy ha akarnak, saját felelősségre visszamehetnek a lakásukba, bár áramszolgáltatás még napokig nem lesz. A legfelső két emelet lakói azonban csak a legszükségesebb értékeiket hozhatták ki. Jó látni így kívülről az épületet, megnézve, hogy ugye a tetőhéj az teljes egészében elégett, illetve hát a vízmentés, de vízkár az is nagyon, nagyon jelentős, mert ugye a vízoltásnál mindenféleképpen szükség volt arra, hogy mindenhol oltsanak, és ez meglátszott az épület összes szintjén is. Ott jártunk, hogy a tűzoltók azokat a cserepeket próbálták leszedni, amelyek bármelyik pillanatban a járdára zuhanhatnak. A tűzoltók elmondták nekünk, hogy az épület Soroksári út felőli oldala a legveszélyesebb, mert a cserepek bármikor az útra zuhanhatnak. Úgy tudjuk, hogy a Soroksári út ezen szakasza addig lezárva marad, amíg a tűzoltók biztosítják a tetőt. Ez akár két napig is eltarthat. A végleges helyreállítási munkálatok azonban még évekig is eltarthatnak. Ez az Andrássy úti palota 2014-ben égett le, azóta csak ideiglenes tetővel fették le. A műemléképülettel 5 évig nem történt semmi, a biztosító ugyanis fizetés helyett inkább pereskedik a házzal, a tulajdonos lakók pedig önerőből nem tudták megoldani a felújítást. A 6. kerületi önkormányzat 2017 őszén végül eladta a tulajdonrészét egy KFT-nek, amely vállalta, hogy felújítja az épületet.